A Szevillai Expón született meg Makovec Imre, híres építész magyar pavilonja, mely életre hívta a Héttorony Fesztivált. A programsorozatukkal ismét Makóra is ellátogattak, nem is akármilyen repertoárral. A Tátos Dobok Üzenete című kiállításukat tárták az érdeklődők szem elé. Idén nemezből készített műalkotások adták a fő témát, a koncepció is igen egyedi volt, hiszen a falon vagy a levegőben kifüggeszve láthatta őket a nagy érdemű. A tárlatot a zenészek műsora tette még izgalmasabbá, melynek köszönhetően mindenki meggyőződhetett arról, hogy a rendezvény egyik legfőbb célja a művészetek összehangolása. Fontos az építészetről, az iparművészekről, a kézművesekről is szót ejteni, tehát hogy jeleket adjunk valóban. Tehát az építészet is egy olyan művészeti ág, amelyben ugye Makovec iskolateremtő volt, rengeteg tanítványa van, rengeteg kísérlet, rengeteg főépítész dolgozik ma már különböző városokban, mint itt láthatjuk, Makó az egyik legjobb Makovec város. Makovec Imre halála után is a tanítványok viszik tovább a lángot, és épülnek a szebbnél szebb épületek. Fábri Géza, kobzos és népi pengetős tanár a Népzenébe egyetemi évei alatt szeretett bele, azóta nem tud elszakadni tőle. A rendezvényen először léptek fel, ezért különleges előadással készültek feleségével. A legnagyobb kihívás a minimál zenekar, amikor ketten vagyunk, mint a mai estén is. Az ének és a koboz, illetve ütős hangszerek. A keleti zenékből válogattunk, mint ahogy ez a nemez is keleti örökség, és a népzenének azokból a rétegeiből találtunk idevalókat, amelyek valószínűleg ugyanott keletkeztek, vagy ott rokonok ezekkel a szép nemezekkel. Nagy Mari textilművész és vére már 47 esztendeje kutatják a népművészetet, több könyv köthető a nevükhez ezen a téren. Elmondása szerint mégis a nemezelés áll legközelebb a szívéhez. Zenéltünk is, táncoltunk, énekeltünk, és fazekas is voltam pár évig, sőt, itt Hódmezővásárhelyen is voltam fazekas még fiatal koromban. A nemezkészítés az az utolsó állomás, de az is már több mint 30 éve, de ez egy akkora szerelem lett, hogy ez most már azt hiszem kitart életünk végéig, és több tízezer embernek adtuk már át. A fesztivál még számos helyre készül színvonalas produkcióival, mint például Zalaegerszeg, Paks és Siófok. A záró ünnepséget a hagyományokhoz híven a Pesti Vigadóban november 20-án, Makovec Imre születésnapján tartják majd.